Viszonylag könnyű volt a dolgunk, mert 10 évvel ezelőtt és most is azt mondta a művésznő, nagyon örül a gálának, de olyan műsorszámokat szeretne, amiket ő rendel meg. Mondtam, hogy rendben van, ennél jobb szerkesztési elv a világon nincsen, de engedje meg, hogy beletegyünk meglepetéseket is. Milyen volt őt rendezni? Milyen őt rendezni? Hát nézze, a tehetség mindig provokálja az embert, hogy mi van még bennük. Mi az a határ? Mit lehet próbálni? Hogy, és mit kell elrabolni? Mit kell megköszönni? Hát most gondolja el, hogy a Darvas Ivánnal, a Darvas Lilivel és a Marival próbálgatni a hangokat, a húrokat, és valami olyasmit be, minden olyan szándék nélkül, hogy jaj, most mi milyen színvonalasak valamit csinálunk, hanem a természet és mondjuk a film diktál a valamit, és azt úgy hárman elcincogjuk. Földet él, hogy soha sincs nyár, csak ősz meg tél, vagy csak úgy képzelem én. Úgy érzem magam, mint a legkisebb fiú, aki a falu végéről jött, s egyszer csak mégis ott állhat a fényes király kisasszony, vagy inkább a nagy királynő előtt. Törőcsik Mari, álló csillag, még azt is megengedheti magának, hogy bármi történik, hűséges marad. Hogy amikor ad az ember, akkor nagyon ad, és a Marinak mindenki nagyon adott, és a Mari nagyon elfogadta. Azt éreztem végig, hogy nagyon belülre került. Na minden mondat, minden, én nagyon élveztem, mert azt állandóan mondta nekem, hogy ez fantasztikus, ez fantasztikus. Pont ezt akartam kérdezni, hogy láttam, hogy mindig suttogott önnek valamit a fülébe. Próbáltam őt, mondom, hogy állandóan kontrolláltam is, hogy nehogy ne legyen semmi probléma, mert azért egy ilyen estét végigbírni, ahhoz kell energia. De benne mindig van, nem tudjuk, hogy honnan van, hogy honnan pakolja össze, de még mindig meg tudja. Persze közel volt a színpadhoz. Neki a színpad még mindig a csoda világa. A színpadra lép, még most is úgy tudja magát összeszedni a legrosszabb állapotból, mintha semmi baja nem lenne. Senki nem érti. Ezen az ünnepi születésnapi estén a rendezőt is köszönjük, Törőcsik, hogy egy szárgyirányért. A világot majd bele fogjátok tenni a vázába, azért mondjátok, hogy Vinyánszky Attila a színpadról jön. Sarkadi elveszett paradicsom, ugye ahol ő itt játszott a színházba, minden este beült egy autóba, mi vártunk rá, mert 11-kor elindult Balatonfüreden, ott volt 1 órakor, akkor még benne volt a mozgás, és még szívesen leült velünk egy pohárra egy kicsit dumálni, amíg hogy mondjam, kiereszti a gőzt. És akkor mi a Széchenyi Ferivel, az operatőrrel, ott rendszeresen megvártuk, a konyhába elmondtuk, hogy milyen meleg ételt tartsanak a lángon,
és a nappalokat olyan természetes akadállyal vette, és 4 órakor beült az autóba, és elment játszani. Színésznő, furcsa mód, én nagyon-nagyon-nagyon tiszteltem őt korábban is, de 2000-ben a Színházi Olimpián Moszkvában Anatolij Vaszilyev mondta, hogy ő Európa legnagyobb színésznője, és akkor úgy ebbe úgy belegondoltam, és aztán hamarosan 3 évre rá megadatott, hogy dolgozhatok vele. Itt állunk a Nemzeti Színház színpadán, igen? Olyan hosszú idő óta. Igen. És tényleg azon kezdünk-e vitatkozni, hogy melyikünket szereti jobban a Törőcsik Mari? Te nem érted, hogy nevetséges vagy? Te azt állítod, hogy téged a Törőcsik Mari jobban szeret, mint engem? Ide figyelj! Jövök be ide a Nemzetihez, beparkol a vadonatúj 0 kilométeres Volvójával, ott állok, csodálom, azt mondja, Stol, tetszik magának? Mondom, tetszik. Na hát, rám iratta az autót, pedig már jogosítványom sem volt. És az nagyon nagy dolog, amikor az ember tudja, hogy minden, ami felé jön, az tényleg neki szól. És ezt el kell fogadni, és a Mariahez ért, ahhoz is ért. Azt is nagyon nehéz dolog, hogy fogadja el. Azt hiszem, hogy mondta is ezt a mondatot, hogy a szeretetet is nehéz elfog. Az egy munka, hogy fogadja be az ember a szeretet, és aztán hova teszi magába. Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a hangokon. Nekem csak jó esét, ahol a szélre. Neked ez is mi? Akkor nekem a Gellérteg, a Himalája, már kicsit alacsonyabb, mint a vadás. De nyári éjszakák igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Jó, első próba megvolt, most még egyszer megcsinálj, de rendesen. És nagyon fiam! Hát ne égessél már. Na, ne vicceljél már. De nem érted meg, hogy nem tudok. És ráadásul... És tudom, és a prózában miért tudsz? Olvasni is kell, meg darolni is kell a szöveget. Tararararam. Tararararararam. Ha én... Az igazság az, hogy a szeretet is, azt mondom, kicsit belehal az ember. Hihetetlen, mikor megérzem, hogy szeretnek. Annyira nem szeretek színésznős lenni, de újabban. Anyám azt mondta, hogy körülbelül 10 éves koromig nem láttak sírni. Akármi történt, akár ott kikaptam, elvonultam. Én most 5 percenként tudok sírni, és ezért bocsássanak meg nekem. Köszönöm, hogy ilyen sokan vannak. Ez jól esik nekem. Az is jól esik, hogy nem lehetett már jegyet kapni erre. 3 nevet említenék még, akik hiányoznak nekem ezen az estén. Tar Béla, Alföldi Róbert és Eszterházi Péter. Hol az igazgató úr? Vidnyánszki igazgató úr, hol van? Elültem? Másik oldalon van? Végül is ezt az estét maga az igazgatóm, ugye bár? Nem, most csak egy van, mindig egy van. Szóval ezt az estét most tréfán kívül magának köszönhetem, mert maga akarta, hogy engem ezen az estén ünnepeljenek. Most egy külön nagyvonalú gesztus, ezt meg kell, hogy mondjam, hogy fölkérte az előző igazgatómat, hogy csinálja meg. Ezt is köszönöm. Most elmegyek vele, hogy kitámolgok. Oda nem menjek. Nem tudni engedni a függönyt. Ja, tényleg. Arról volt szó, hogy... Arról volt szó, igen. De nem vagyok a függöny járásban bele. Hogy gyertek hátra. Nem lesz tapsrend, leengedjük a függönyt és vége. Igen. Csókolom.
60 éve vagyok a pályán, és 80 éves vagyok, és 20 évesen kezdtem. Hát, ez van.